A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Miért? A miért kell az a lány? Na miért? Na miért tép a vágy? Amikor megláttam őt, a szívem úgy kalapál. Na miért? Na miért kívánom úgy? Na miért? Érzem úgy, hogy nincs kiút. Itt nem segíthet más, csak egy pohár sör és a blues. Nagy szeretettel üdvözlöm a televízió nézőket próbatermünkből, a jól megszokott helyszínről, és hát természetesen ma is zenéltünk, ahogy hallották, és ahogy látták is, Csóka Péter a vendégem. Kiváló, nagyon-nagyon jó gitáros, régi kedves zenész barátom, akivel volt már alkalmunk beszélgetni a Vörösmarty Rádióban, talán két alkalommal is, úgyhogy hát most is nagyon nagy szeretettel köszöntöm, szervusz, szia Peti! Szevasz, Boka! Köszöntöm a tévénézőket én is! Köszönöm ezt a blues-t, nem beszéltük meg, csak így hirtelen kitaláltuk egy régi dal, amit még annak idején írtam, és hát nyomokban felfedezhető benne a Sweet Home Chicago című dal. Mint minden blues-ban. Mint minden blues-ban. És ha már blues, akkor veled kapcsolatban hadd idézzek fel egy nagyon-nagyon régi emlékemet. Még a Rövid Zárlat nevezetű zenekarban hősködtem, és lehettem talán alig 20 éves, amikor egyszer összeakadtunk a Bástya söröző előtt, a Fekvő katonánál, az antikvárium, igen, régi antikvárium előtt, és pár szót beszélgettünk, én már akkor hallottam rólad, hogy ó, Csóka Peti, hát úgy játszik, meg elképesztő, meg milyen jó, és beszélgettünk különböző dolgokról, nem tudom, mennyire van meg neked a sztori, és emlékszem, akkor arról beszélgettünk, hogy Gary Moore vagy Eric Clapton. És mondtad, hogy fú, hát a Still Got the Blues az nagyon jó, és akkor te akkor éppen foglalkoztál a Still Got the Blues című dallal, gyakorolgattad, és nem fejtettük meg, nem derült ki, hogy Gary Moore vagy Eric Clapton, úgyhogy annak a beszélgetésnek a folytatásával indítanék, ha megengeded, és akkor újra kérdezem, hogy Gary Moore vagy Eric Clapton. Alig 30 évet repülünk vissza az időbe. És akkor vicces leszek, Stevie Ray Vaughan. Tehát, hogy és lehet, hogy akkor őt már, egyébként valószínűleg ismertem, mert szegényt pont mikor meghalt, azelőtt ismertem meg, és az 90-91, de a Clapton az, aki zseniálisan tudott elfogadható, populáris módon is akár blues csinálni, a rockzenét is. A Gary Moore viszont egy olyan érzésből játszó, feelinges, és egyébként mégis a maga módján rettenetesen technikás gitáros volt, akit ezért nem is szeretett soha a blues széna, tudod, mert hogy gyors, az nem igen, blues, sokat jár, sokat de blues, az a Joe Bonamossa ugyanezért tökéletes szerintem, de a kettő közül nekem most már így az utóbbi időben azt mondom, hogy inkább a Gary Moore. Szegény meghalt ugyan, Isten nyugosztalja, és a Clapton mostani régi időskorabeli zenekara, hát a Steve Gaddel, az valami egyszerűen fenomenális, de az már nekem öreges. Uh-huh. Ennyire még nem vagyok öreg. Hiába volt 30 éve ez a beszélgetés. Úgyhogy Gary Moore. Az a találkozás, az körülbelül 30 éve volt. Az igaz, rémlik valami. Elképesztően régen. Na, hát ez lett volna a felütése a mai beszélgetésünknek, és akkor indítsunk onnan, hogy került a kezedbe hangszer. Hiszen mondom még egyszer, tehát akkor, amikor nagyon régen találkoztunk, akkor már azt beszélték, hogy a Csóka Peti, hát az már elképesztően jó, és a legjobb tudomásom szerint valahonnan, hogy a jazzből indultál. Igen, ráadásul ez azért kellemes és szívet melengető számomra, mert szerintem akkor egy-két éve gitározhattam, a Mohai Tominál kezdtem, pontosan 18 éves koromban, 92-ben, és valóban azért a jazz felől, egyrészt a Tamás nem feltétlenül kapásból oda irányított volna, de nekem a Romhányi Áron nevezetű, Fehérváron igen jól ismert fiatalember az osztálytársam volt gimnáziumban, és addigra ő már zongorázott, és azt gitározzál, meg kellene egy az általad szintén jól ismert fiatalember, a Csorba Péter, aki dobolt, és az Olá Zoli pedig bőgőzött, és akkor csináltunk egy Obelisk Jazz Quartet nevezetű formációt, és szerintem innen lehetett az a híre, hogy Csóka Péter jazzgitáros, pedig azóta se az, feltétlenül, de innen indultam, igen. Én a blues-t is mindig is nagyon szerettem, rockot is szeretem, popot, azóta ugyan sokkal inkább popban mozgom, de,
de ez valószínűleg, és valóban ez szerintem 93-4 körül találka lehet. Igen. És ez nem most volt sajnos. Nem. Egyértelműen gitár, tehát nem is kacérkodtál semmi másról. És bocsánat, igen, hogy került a kezembe? Úgy került a kezembe, hogy volt otthon egy rettenetes, szerintem a Faragó Peti nagyon örülne, ha már a helyszíne az ővé, nézzük a Julának gitárjait, Cremona, de szerintem a bulgár Cremona, fémhúros a bátyám gitárja, ami szerintem nem volt teljes egészében felhúrozva, de azon próbálkoztam már így a gimnázium évek elejek közepe alatt, és akkor egyébként azért nem ért meglepetés, Gyanát, hogy válasszak már hangszert, és ez a gitár legyen, mert fanatikus, hát egyrészt Gary Moore rajongó lettem akkor azzal a lemezzel is, már a régebbieket is, meg amit most nem mondom, hogy letagadom, ez ilyen nincs, de a Mark Knopfler és a Dire Straits, ami egy remek, finom muzsika, megint túl finom, azt gondolom most nekem, és akkor kattantam rá éppen pont az Aaron hatására, szerintem Stingre, és akkor mit lehetne csinálni, próbálkoztam az akkordokkal, és így otthon szöszmötöltem vele, de ez azért már úgy elindult, hogy szerintem már 8. koromban is megpróbáltam egy-két akkordot, de hivatalosan 18 évesen, egy jó 4 évvel később, és akkor végül is egyértelmű volt, hogy gitár, mert az gitár. Volt otthon. Aha. Mi volt az első zenekar, az Obelix? Hát szerintem ez szoros első helyen van, a megosztott első helyen van, a szintén Fehérváron méltán világhírű Brian Sextet zenekarral, ahol a Majoros Rubi basszus gitározott. Igen. A Lackó Pisti dobolt, Batócsi Laci barátom gitározott, mi voltunk ketten a gitárosok, az Áron billentyűzött, és talán így meg is vagyunk, hatan ki, ja, Kovács Tóni, Isten őriz, hogy ki Kovács vagyom. Tóni volt a frontember. Igen. És ezzel egy időben volt egy jazz formáció, és mind a kettő körülbelül ugyanúgy 92. májusában játszott. Mert egyszer arra emlékszem, azért nem tudtam elmenni, hogy Guns N' Roses koncertre, mert játszottunk. Na hát, pedig arra le akartam menni. Óriási, igen. És egy időben volt a kettő, egyik a Vasváriban, a másik meg a szerintem azóta már nagyon régóta nem létező, nem tudom, mi volt annak az étteremnek a neve, amit lebontottak ott a... Hát, ha így mondom, hogy Vorosilovgrád, mindenki fogja tudni. Tudod, volt egy ilyen lapos. De hamar kiderül, hogy régi történetekről beszélgetünk. Nagyon régi, 92-es, első Brian Sext, azon pedig Brian Sextet néven futó zenekar volt. És nem emlékszem az étterem nevére, mindegy. Tehát ott abban a kórház melletti lakótelep, és ott egy Oké, tehát akkor tudjuk, hogy jazzből indultál, ugye Mohai Tamás hatására is, blues zene is megvan, rock zenét is kedveled, megvan az első két formáció. Mi volt az a banda, amivel már azt mondhatjuk, hogy akár sikerek is jöttek? Hát a sikerek azok úgy jöttek, hogy igazából aztán én belekerültem ugye az Ignác Attila féle, Dugó féle, hát már nem óriások és törpék, de tulajdonképpen át avanzsált az egyik a másikba. Szintén az Áronnal mentünk a Csüszivel, így volt a négyes, a Csernák Laci. Igen, ő dobolt, vezető dobos, igen. És velük volt azért egy saját próbálkozás is, amiből azt szerintem sokkal több minden lehetett volna, csak aztán akkor ilyen. Valószínűleg rosszkor voltunk rossz helyen, de azt a Forte nevére hallgató formációnak azt a lemezét, egy egész anyagot megcsináltunk, de akkor még csak próbatermék kazettás felvétellel rendelkeztünk. Aha. Játszottunk egyébként akkor a Tamásék előtt, Mohai Tomiék előtt, azóta is létező szabműfázas jazzklubban, így van. És ami ugye nem volt igazából jazz, mert azért inkább ez a Charlie által fémjelzett 94-94-ben beinduló, nem szeretem ezt a szót, hogy igényes, de igényes popzene, rockzene, és az egy nagyon jó formáció volt. Áron elkerült Budapestre, ő akkor ugye aztán egyenes ágon ment a United felé, nekem is lettek mások, de ez volt az, amire én azt gondoltam volna, hogy ebből lehetett volna bármi, meg hát a szép reményű székesfehérvári, talán idén 25 éves Kokoloko zenekar, amivel szintén lett volna egy olyan történet, hogy akár lehetett volna egy saját lemezes, saját dalokkal teli lemez, és abból lehetett volna bármi, de hát a tíz ember. Majoros Bandi volt nemrégen ennek a műsornak a vendége. Akkor szóba, erre biztos szóba beszélt. Került a Kokoloko, hogyne? Mielőtt még játszanál nekünk egy dalt, hadd kérdezzem meg, hogy akusztikus gitár vagy elektromos gitár? Hiszen most konkrétan ugye egy akusztikus gitár van nála. Azt mondják, hogy ahogy a gitárosok megérnek, hogy más nem mondja, egyre jobban és egyre szívesebben nyúlnak az akusztikus gitárhoz. Hogy állsz ezzel? Ez egy nagyon érdekes, tehát lehet, hogy akkor már még süldő ifjú koromban már megértem, mindig is szerettem az akusztikus gitárt, és kifejezetten ezt a nejlóhúrost, amit ugye nagyon sokáig aztán nem engedhettem meg magamnak ebből egy jó minőségűt,
de már egy 10 évvel ezelőtt is rendelkeztem egy Godin remek nejló húrossal, amit aztán sajnálatos módon azért adtam el, mert nem használtam. Uh-huh. De azzal például játszottam szegény Mohai Győzővel és Olá. Az egy jazzgitár. Az egy, hát egy úgy jazzgitár, hogy azzal lehet jazzt is játszani. Aha, aha, aha. De az latinra mindenre tökéletes. Uh-huh. És én akkor is azt szerettem benne, hogy nekem nagyon tetszik ez a finom meleg hangja a nejló húros gitárnak. És amit szoktam volt, én is továbbadni próbáltam mindig a tanítványoknak, ismerősöknek, haveroknak, hogy ezen való gyakorlás az mindig segít, hogy ugye ráugorjunk akár egy ilyen remekbe szabott Telecaster nyakára, és utána könnyebb az élet. Uh-huh. Viszont nagyon sok mindent meg ezt a hangzást, ezt nem lehet kihozni, hiába modellezünk, hiába trükközünk. Uh-huh. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy mindig is magaménak tudtam. Mostanság sokat megyek úgy, hogy akár duózom a Gabival, Tóth Gabival, és ott meg nem érzem azt, hogy jól működik egy elektromos gitáros történet. Ott szerintem egy ilyen meghittebb történet kell. A hangulatához, igen, ugye? Egy jó fémhúrost azt elfogadnék, egy jót, csak hogy most nylonhúrosból van érdekes módon kettő, egy Ennimix szerintem sokkal jobb, csak azt nem szeretem kihangosítva, azt mikrofonozva szokták. Azzal volt, hát, ha tévénéző között valakinek van, akkor becseréljük, ugye? Akár elcserélhetném az egyiket, mert ez is egy ilyen, még a megfizethető kategória, de már jó minőségű. Aha. Tehát, hogy azért az ember szeretne mindenből egyet, tudod? Lenne egy jó furs akusztik, lenne egy jó, de minden. De én egyébként viszont, hát viccet félretéve természetesen, szintén telés vagyok, és szeretem, és azzal játszom például a mostani projektjeimben mindenhol. Viszont most egy akusztikus gitáros dalt fogsz eljátszani majd nekünk, úgyhogy a kedves televízió nézőknek mondom, hogy Csóka Péter egymagában akusztikus gitáron, utána pedig folytatjuk tovább Próbateremben című beszélgetésünket. Csóka Pétert láttuk, hallottuk az előzőekben, itt a Próbaterem című magazin műsorban.
És hát megbeszéltük az előbb, hogy akusztikus gitáros projekt, hiszen elárultad a titkot, közel áll hozzád az akusztikus gitár, sőt, említettél egy nevet, Tóth Gabi nevét, igen, akivel ma nagyon-nagyon sokat láthatunk, úgyhogy mondhatjuk, hogy az első vonalban zenész, muzsikász, és hát teszed a dolgodat. Belekerültél te is ebbe az úgymond budapesti életbe, hiszen láthattunk talán Tóth Vera mögött, igen, Horváth Csárli mögött, Bérces Viktor is volt ennek a műsornak a vendége, Bérces Viktorral is zenéltetek Csárli mögött, aztán kit hagytam ki, hát Balázs Fecó természetesen, ki ne hagyjuk véletlenül sem. Szóval azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, amikor vidékről valaki bekerül a top előadók mögé. Kell hozzá szerencse, egyébként valóban óriási dolog. Én azt gondolom, hogy talán az első az úgy sikeredett, hogy az én nevem úgy került be a Pixisbe, hogy akkor éppen a Birtami kihez jártam, már végeztem ugye a konzervatóriumot nála, és ő ajánlott be az legelső, hát éppen Megasztárt megnyerő Tóth Vera zenekarba, és ott a próbaidőszakban helyettesítettem őt, illetve a legelső nagy buli talán Szegeden, ha jól emlékszem, akkor mentem hozzá, aminek ugye milyen az élet, amikor a második zenekart szervezte a Vera, akkor engem hívtak el. Aha. És így keveredtem én oda, és egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy a Bércest én vittem akkor először oda. Tényleg? Annyira szerettem már akkor a Viktor játékát, ezt igen, zárója bezárva, saját jogán van mindenhol, mert zseni a csávó, de oda én vittem először helyettesként. És ma meg már oszlopos tagja a Vera zenekarnak. Sőt, hát ugye igen, utána mi ott egy 6-7 évet együtt, mint ez az úgynevezett hírhet fehérvári társaság, lehúztunk Kovács Geri, Potesz Balázs, Bérces Viktor és jómagam. Így voltunk ugye a Tóth Vera zenekar, és így, és az egyikből jött a másik, mert a Fecót kísértük egy nagy cserháti emlékkoncerten az arénában, és ő azt mondta, Vera szokta így előadni mindig ilyen viccese, hogy kölcsön kérem a zenekarodat, és ez így történt, és vele játszottunk egy nagy bulit, majd amikor felépült az első szívműtétes igazi komoly betegsége után, akkor így 18-19 környékén, 18-ban, ha jól emlékszem, újfent megkért minket, és akkor már egy kicsit nagyobb létszámú társasággal, de mi lettünk szintén a Balázs Fecó Band, és egy 2-3, hát azt hiszem sajnos 3 évre volt, nem jutott több, az valami fantasztikus, frenetikus élmény volt az öreggel játszani, mert sőt, hát nála nagyobb zenész nem tudok elképzelni, és ezt tényleg tiszta szívből mondom. Sőt, hát aztán láthattunk Horváth Csárli mögött is téged, igen, benneteket, igen, majdnem igen, ugyanezzel a formációval, ugye? Hát az is ugyanígy alakult, tehát az is egy olyan koncert volt, ahol a Csárlit is kísértük, és utána mindegy csodálatos dolgokat mondott rólunk, és a hátunk mögött, ami a legszebb, ugye, mert az ember szembe dicsérni szokták sokan, viszont ennek többször hangot adott már, sőt, voltak rossz vicce is, hogyha történik valami a busszal, titeket hívlak, de reméljük nem fog, mert ez azért ilyen, ugye, ez magunk közt marad, viszont vele is, hát talán az egyik legnagyobb előadó, viszont én mégis azt mondom, hogy számomra ő tehát nem tudnék különbséget tenni, de a Fecó megírja, megírta a dalait, eljátszotta, olyan organizálás volt, nem tudom, a Viktor mesélte a beállások közepette történő muzsikálásokról, hogy az valami egyszerűen hihetetlen, mindezt majd 70 évesen, ugye, és egyébként meg el is énekelte azokat a dolgokat, hát igen, amikkel mások igencsak megküzdenek. Úgyhogy számomra ő a legnagyobb, de a Csárli mellett említhetném Szónoki Petit, ugyanígy Keresztes Ildit, és itt tulajdonképpen ritka, tehát kevés az a név tényleg, akiket a mostani mezőnyből, nem csak jó magam, hanem ez a négyes. Aha. Aki azóta most újból játszogat egyébként, aha, így összeültünk. Az énekes nélkül. Felkai Miki nevét is. Felkai Miki, bocsáss meg, persze tavalyi nagy emlék, tehát ilyen életmű koncertjén, igen, együtt játszottunk, igen, ugyanígy. Igen. Peti, mennyi idő marad, ha egyáltalán foglalkozol mostanság saját dolgokkal? Tehát mennyi idő marad mondjuk saját dalírásra, vagy saját produkcióra? Ezt a részét a történetnek meglehetősen elhanyagoltam, nem mondom, hogy nincsenek saját dalok, de ugye ez most az előbb ugye megüthetett engem is, hogy ha bizony 30 éve gitározom, és 30 éve kellene, hogy produkáljak dolgokat, egy-két lemeznyi anyag megvan, de felvéve, elrakva mások lemezén többet játszottam, mint a sajátjaimon, úgyhogy ez lehet, hogy majd most ezt tudod, ilyen bucket list, hogy ezt meg kell csinálni, és ahogy az előbb egy fél mondatban utaltam rá, az egyik nagyon nagy és igazi öröm számomra, hogy
valódi örömzenéléseket tudunk bemutatni. Szerintem lehet, hogy fogunk ide is jönni a Faragó Petihez. Megbeszéltük legalábbis, hogy bekérdezünk nála ezzel a bizonyos fehérvári négyessel, akik ugye, hát már mindenki mögött játszottak, ezért most játszunk elő. Hát persze ez más stílus, mert azért ilyenkor jazz, blues, kicsit, bár játszunk Georgie Porgy-t a Totótól, mert ugye a Viktornak nagyon nagy mániája a Totó. Eljátsszuk ugyanígy itt azt a dalt, amit majd most a másodikként el szeretnék, ugye a Maradj velem. De ugyanígy az előbb elhangzott In a Sentimental Mood, ami szintén egy ballada, csak hát ez más feldolgozás, mert nem egyedül hősködik az ember, hanem ott vannak. Ugye, van mögött egy társaság, aki azért segít. Úgyhogy ez az, ami most igazából ilyen saját projekt, meg azért, ha minden jó megy, akkor a nyár-tavasz az most megint szoros a Gabi-féle zenekarra, úgyhogy... Peti, oktatsz is, hiszen vannak tanítványaid, adott tovább a tudást, ez is fontos része az életednek. Így van, de ez most már nálam, ugye a gimnáziumban én most már nagyon régóta angol tanítok, tehát azt a diplomámat használom, mert a jazz tanszakra ugyan felvettek, de el nem végeztem, és akkor ez már 5-6 évvel ezelőttig volt elég. Azóta viszont ugye barátoknak egy-két olyan, tényleg már így mondanám, hogy barátokként kezelem ezeket, akik megmaradtak. Az oktatás is háttérbe szólul, de van rám persze, tehát vannak, akikkel foglalkozik az ember, és igyekszik segíteni, hogy ne kövessék el azon hibákat, amiket ugye már az ember így kicsit visszatekintve másképp csinálna, de igen, az oktatás is, főleg így mondom, hogy azért főállású tanárként dolgozik az ember, úgy most elég. Hadd mondjam azt, hogy én mondanám, hogy maradj velem, de az időnk elszaladt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Én köszönöm a És megtisztelő, hogy együtt zöröghettünk egy dalt, úgyhogy a televízió nézőknek pedig mondom, nem véletlenül értem a Maradj velem felkiáltásra, hiszen Peti már említette, ezzel a dallal köszönünk el. A Maradj velem című felvétel akusztikus, instrumentális verzióban, itt a próbateremben. Köszönjük szépen a figyelmet, Csóka Péterrel beszélgettünk. Thank you.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.